Szia! Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tuk & Do It nyelvtanulás YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon az angol nyelvtanról lesz szó, azon belül pedig az angol műveltető szerkezetről. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert miután átnéztük ezt a nyelvtani részt, rögtön lesz lehetőséged gyakorolni fordítási feladatokkal. Angol műveltető szerkezet. Ezt lényegében akkor használod, amikor valakivel megcsináltatsz valamit, például levágatod a hajad. Ez magyarban viszonylag azért könnyebb, mint angolban, főleg azért is, mert az angolban ez nagyon kapcsolódik a passzívnak a logikájához, ami pedig hát nem az elején van az angol nyelvtannak, úgyhogy javaslom, hogy nézd át a passzívot, és hogyha a passzívot átnézed, akkor egyébként valamilyen szinten az igeidőket is, mert hogy ez attól külön álló, nem zárja ki azt, hogy az igeidőket is kell tudnod. Tehát nagyon könnyű összekeverni a passzívval, ha tudod már a passzívot, akkor azt mondom, hogy nyugodtan folytasd, viszont tényleg érdemes lehet egy kicsit megnézni, hogy az melyik szerkezet, és aztán megnézni azt, hogy ez a műveltető, ez melyik szerkezet. Angol műveltető szerkezet, mikor használod, megcsináltatsz valakivel valamit. Hogyan képzed? Többféle képzési mód is van. Van az első helyzet, az az, amikor nem mondod meg azt, hogy kivel csináltatod meg. Ha ez a helyzet van, akkor ezt a képletet kell alkalmaznod. Alany plusz have plusz a cselekvés tárgya és ige harmadik alakban. Nézzünk erre egy példát. I had the house repainted. Kifestettem a házat. Tehát nem én festettem ki, hanem kifestettem. Ez egyébként, mint kiderül, hát lehet, hogy magyarban sem annyira könnyű, csak egyszerűen azért, mert ez az anyanyelvünk, ezért nem tűnik fel, hogy nehéz. De külföldiként valószínűleg ez sem egy magától értetődő dolog. Ami fontos, hogy itt a have, az múlt időben volt, sima past simple-ben, tehát ezért fontos az, amit az elején mondtam, hogy itt már az igeidők csak úgy megjelenhetnek, és egy külön szerkezetre kell figyelned, tehát magától értetődik az, hogy mondjuk ahhoz, hogy ezt a mondatot tud csinálni, a past simple-t is jól kell tudnod már alkalmaznod. Nézzük a második helyzetet, ez az, amikor megmondod, hogy kivel csináltatod meg. Ilyenkor ezt a képletet kell alkalmaznod. Alany plusz have plusz aki csinálja a cselekvést, plusz az igének az első alakja és a cselekvés tárgya. Ez a képlet egyébként nem gondolom azt, hogy a legjobb módja lenne annak, hogy ezt megjegyez, úgyhogy inkább azt mondom, hogy nézzünk meg erre is egy példamondatot, és azon keresztül tanuld meg, hogy ezt hogyan tudod képezni. Peter will have Susan repair his car. Péter meg fogja javítatni a kocsiját Susannel. Itt láthatod, hogy két cselekvőnk is van, és az egyik csináltat a másikkal valamit. Ezt a szerkezetet egyébként még három másik igével is használhatod, és egy kicsit árnyalja a jelentést. Ez a három ige, a get, make és a let. Nézzük meg, hogy ez milyen árnyalatot tud adni ehhez a szerkezethez. Ha a fenti szerkezetet get-tel használod, akkor az a kicsi jelentésbeli különbség van, hogy az ember, akivel csináltatod, az annak ez a szakmája. Nézzünk erre egy példát. I got Mary to cut my dog's hair. Nagyon fontos, itt ki is emeltem, hogy a tut is bele kell raknod. Miért? Nem logikus, egyszerűen csak meg kell jegyezni. Mit jelent a mondat? Levágattam a kutyám szőrét Maryvel. Mary itt egy kutyakozmetikus, és azért kértem meg rá, tehát neki ez a szakmája, nem csak úgy neki esett a kutyámnak. Fontos tehát, itt van egy plusz to a szerkezetben, nagyon fontos. Az ilyen dolgokon lehet elcsúszni, mert a logikátlanságban is még logikátlanabb talán. Nézzük meg a make-et. A make az egyértelműen olyan műveltetés, amikor kényszerítesz valakit. Nézzünk erre egy példát. I made Mary cut my dog's hair. Rávettem Maryt arra, hogy levágja a kutyám szőrét. Mary itt olyan helyzetbe került, hogy ő ezt nem akarta megcsinálni, mert éppen most volt mondjuk a szemműtétje, és úgy gondolta, hogy hát ez nem lenne egy jó ötlet, de én akkor is erősködtem, és végül levágta a kutyámnak a szőrét, és szerencsére egyébként nagyon jó frizurája lett a kutyámnak. Nézzük meg a harmadik igét, a letet. Hogyha a letet használod, az azt jelenti, hogy hagyod valakinek, hogy megcsináljon valamit. Nézzünk egy példamondatot. I let Mary cut my dog's hair. Itt megengedtem Marynek, hogy levágja a
kutyámnak a szőrét. Itt az van, hogy bizonytalan voltam abban, hogy Mary képes lenne erre. Láttam rajta azt, hogy ő ebben nem biztos, de mégis hagytam neki, hogy bátorítsam a szakmai fejlődésében. Mi az, amire figyelned kell ezeken felül? Mondtam már az igeidőkre, mert hogy itt ezekben a szerkezetekben bármilyen igeidőt kell használnod, hát az adott jelentéshez mérten, hogy mit akarsz kifejezni, hogy mikor történt ez az egész. Itt egyébként ugye láthattál past simple-t, láthattál future simple-t. Azokat az igeidőket, amiket amúgy használtam a mondatokban, azt a leírásban megtalálod, és külön videót és blogbejegyzést is találhatsz róluk, úgyhogy azokat külön tudod gyakorolni. És most, hogy átnéztük ezt a nyelvtani részt, nincs más hátra, mint hogy gyakoroljunk. Látni fogsz magyar mondatokat, és azokat kell angolra lefordítanod. Nem titok az, hogy ezt a nyelvtani részt fogjuk vele gyakorolni. Nézzük is! És most, hogy gyakoroltunk, nincs más hátra, mint hogy bátorítsalak arra, hogy lájkold a videót, iratkozz fel, és ezzel támogasd azt, hogy minél több ingyenesen elérhető anyagot tehessek közé. És mindeközben pedig ne felejtsd el azt, hogy meg tudod csinálni.